Számos új lakás épült az elmúlt években a Nyíregyházától néhány kilométerre fekvő Kabaláson. Ebben nagy szerepe volt annak is, hogy a kormány 2016-ban bevezette az 5%-os áfakulcsot az új építésű lakások vásárlásához. Ez a kedvezmény eredetileg az idei év végén járt volna le, nyáron azonban ezt 2024 végéig meghosszabbították. Úgy tűnik azonban, hogy újabb hosszabbítás közeleg. A napokban az építési vállalkozók országos szakszövetsége tett arra javaslatot, hogy az 5%-os áfa 2028-ig érvényben maradjon. Ezt a pénzügyminisztérium is támogatja, az ügyről pedig várhatóan hamarosan dönt a parlament. Az elmúlt egy-két hétben több olyan intézkedés is született, ami élénkítheti a jövőben a lakásépítési kedvet, és bár országos szinten csökkent ez a lakásépítési kedv, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nem panaszkodhat, mert bár éves szinten 16%-kal nőtt a kiadott építési engedélyek száma, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az elmúlt 12 hónapban 51%-kal több építési engedélyt adtak ki, mint egy évvel, mint az azt megelőző időszakban. Ez az arra is utal, hogy a jövőben stabil maradhat a megye újépítésű lakáspiaca, ami főleg az energiakrízis jegyében rendkívül érdekes lehet, mert ezeknek az újépítésű lakásoknak a fenntartási költsége jóval alacsonyabb, mint egy kedvezőtlenebb adottságú használt, főleg nagyobb alaptöletű családi házé. Válogatni pedig úgy tűnik lesz miből, sőt. Egyelőre az látszik, jóval nagyobb lesz a kínálat, mint a kereslet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Az infláció okozta bizonytalanságok miatt, ugyanis sokan most inkább halasztják a vásárlást. Ugyanezt a folyamatot erősíti, hogy a hitelkamatok is megemelkedtek. Az összkereslet az eladó lakásokra és házakra országos szinten 10%-kal csökkent. A lakásoké enyhébb mértékben, ott csak 8%-os volt a visszaesés az előző év azonos időszakához képest, viszont az eladóházak iránt 13%-kal kevesebb érdeklődés érkezett, mint 2021. szeptemberében. A kínálat viszont ezzel szemben 8%-kal nőtt, és ezen belül is az eladóházak hirdetés számának a növekedése, tehát a hirdetés feladásai voltak figyelemre méltóak, mert az elmúlt 7 évben még nem adtak föl annyi eladóházat szeptemberi hónapban, mint amit 2022-ben a tulajdonosok és az ingatlan közvetítők eladásra meghirdettek. Tehát ez egy 7 éves rekord. A szakértő úgy látja, hogy ha ez a folyamat folytatódik, akkor az ingatlan piacon tapasztalt drasztikus drágulás rövidesen véget ér. Az ingatlan.com felmérése szerint Nyíregyháza jelenleg is az egyik legmegfizethetőbb a megyeszékhelyek között. Az új lakások átlagos négyzetméter ára 699 ezer forint, míg az új házaknál ugyanaz az érték 554 ezer forint.